Minden a megszokott helyen van a piacon, tehát a rendszeres vásárlók már tudják, hogy az első bejáratnál különféle palánták, a tér másik végénél virágok kaphatók. Középen van például az eper, a zöldségek, a helyi termékek, a tér jobb oldalán pedig a tejtermékek kapnak helyet. Ebben a csarnokban árulják a sajtot, a túrót és az ordát a környékről érkező árusok. Libáni, Nagygalambfalvi, Boldogfalvi és székelyudvarhelyi eladók állnak a pultok mögött, s biztatnak termékeik megvásárlására. A jósajt és a túró kilogramja 18 lejbe, az orda pedig 16 lejbe kerül. Nagy Anna Libánból érkezett a piacra, akitől a túró és az orda készítés folyamatát is megtudtuk. Sajtokat meg szoktuk szépen szárítani, amíg jó sárgák, és akkor szépen leőrüljük, és akkor sót teszünk hozzá, így ahogy mű szoktuk megcsinálni, és akkor úgy lesz belőle a jó túró. Az ordát megcsináljuk, a sajtot, a sajtáját feltesszük a szabad tüzelővel, és a sajtát feltesszük oda, és ott pedig addig főzzük, amíg lefől a sajtá, és akkor ugye az orda felje a tetejére, akkor így leszedjük. Az eladó azt mondja, bár öten árulják a termékeket ebben a helyiségben, egymásnak nem konkurensei, ugyanis mindenki saját klienskörrel rendelkezik, az áru mindig el kell. Mindenkinek van kuncsapjai, oda mennek, mindenki onnan szokott vásárolni, onnan vásárol. Ki, hogy megvan elégedve a költsége. Nagy Anna igazat mondott, ez az idős hölgy is visszatérő, azt mondja, mindig ugyanattól az eladótól vásárol, most is így tett. Itt szokott vásárolni? Igen, rendszeresen, sőt, miért? Meg is miért? Volt rendelve. Hát mikor meg nagyon meg voltam szorúval, segített rajtam, meg voltam elégedve a termékivel. Nem tudjuk az okát, de az biztos, hogy ezúttal rengeteg eper volt a pultokon, ládákban, az amatos gyümölcsnek mély repülésbe kezdett az ára, már 5 leért is odaadták kilóját az eladók, ha a vevő legalább 5 kg-ot kért belőle. Az az érzésünk, hogy ekkora mennyiséget nem lehet eladni, de ugyanezt gondoltuk a palántákat látva is. Az eladók azonban optimistábbak nálunk, ők abban hisznek, hogy a jó áru mindig gazdára talál.